megcsinálok, Tóthlán Zoltán vagyok, most már végzett MSC járműmérnök hallgató, és én egy formaszkületes témát hoztam önöknek, méghozzá a szélszál erősítésű kompozit önmódú karosszége fejlesztése. Röviden arról, hogy miről is lesz szó. Első lépésben bemutatom a Formula Studentet azoknak, akik nem ismerik ezt a versenysorozatot. Ezután egy rövid bevezetéssel fogom folytatni, ahol a karosszériáról, illetve a kompozitokról fogok beszélni. Utána elmondom, hogy milyen követelményeket támasztunk egy ilyen karosszéria felé. Illetve bemutatom a geometriai, illetve a szilárdságtani méretezés különböző lépéseit. Végül a gyártásra egy kifejezetten nagy hangsúlyt fektettünk, ezért ezt fogom részletezni, illetve mérések, validációk során elmutatom, hogy valójában amit terveztünk, az hogyan működik a valóságban, és egy gyors összegzés a végén. Na hát mi is az a Formula Student? A Formula Student az egy nemzetközi hallgatói verseny, ahol az egyetemi diákok egyedi formula stílusú autót építenek, és ezzel versenyeznek egymás ellen. Itt mérik össze a tudásukat. Az egyetemen jelenleg kettő csapat működik ilyen sorozatban, az Aragona Racing Team és a Saint Jean. Én az Aragona Racing Team tagja voltam, és ez a képeken az Aragona Racing Team 9-es autója, amiről maga az egész előadás is szól. Mi is az a karosszéria? A karosszéria az autóknak az egyik legfontosabb eleme, ez tartja össze az összes többi alkatrészet. Úgymond biológiai hasonlatban ez a csontváza az autónak, mint ami nekünk is csontvázunk. A legtöbb terhelést ez veszi föl, illetve rengeteg követelménynek meg kell felelnie. Mik azok a kompozitok? A kompozitok azok fizikailag és kémiailag is több különböző anyagból alkotott szerkezetek. Jelen esetben én a szénszálas kompozitokkal foglalkoztam, ami egy szénszál erősítő szövetből, illetve egy epoxi gyanta mátrixanyagból állt. Illetve külön kiemelném, hogy a kompozitoknak egy speciális alkalmazása az a szendvics szerkezet, amit itt látunk alul, ahol kettő kompozit réteg közé egy úgynevezett maganyagot helyezünk el, hogy még nagyobb merevséget tudjunk elérni a lehető legkisebb tömeggel. Milyen követelményei vannak egy ilyen karosszériának? Elsősorban és legfontosabb, hogy meg kell felelni a versenyszabályzatnak, enélkül nem lehet elmenni versenyezni, ez ugye olyan, mintha a törvényeknek kéne megfelelni ipari alkalmazásban. Ezen felül az a legfontosabb feladata, hogy minden alkatrésznek megfelelő felfogatási pontot és összekötetést biztosítson. Illetve az utolsó három követelmény, ahol valójában a mérnök kihívás rejlik, az pedig, hogy a lehető legnagyobb merevség, a lehető legkisebb tömeg és a legkisebb költségek párosuljanak egymással, ugye ezek mind ellentétben állnak, és ezt kell maximalizálnunk. A geometriai tervezés rengeteg szempontból nehéz. Én csak kimazsoláztam párat, hiszen ettől sokkal-sokkal több szempontot figyelembe kell venni egy ilyen alkatrész tervezésénél. Itt bal oldalt a szabályzatnak különböző pontjai látszódik, például pilótafülke nyílás keresztmetszet, vagy egy átfordulás védőzóna, ami mind-mind olyan dolog, ami a pilótát védi esetleges ütközés vagy baleset során. Ezen felül pedig muszáj rendszerben gondolkoznunk, úgynevezett system engineering meglátást kell alkalmaznunk, hiszen az autó az nem csak egy karosszériából áll, hanem sokkal több alkatrészből. Ilyen például együttműködés az aerodinamika részleggel, hiszen a karosszéria az a legnagyobb felülettel rendelkező alkatrésze egy autónak. Így fontos kihasználnunk azt, hogy aerodinamikai elemként is hatalmas befolyása lehet. A karosszéria alakja úgy van tervezve, hogy egy természetes diffúzor hatást keltsen az autó alatt. Ezen felül kevésbé emlegetett, de szintén fontos az ergonómia hatása. Ez azért nagyon fontos, mivel a pilótáknak 22 km-t kell vezetni, ami rendkívül megerőltető egy ilyen autóban, és rossz ergonómiával hamarabb elfáradnak, hamarabb elveszítik a fókuszt, ezért egy ilyen
mock-up jeepben megmutattuk a pilotáknak, hogy milyen lesz a karosszéria, amikor beleülnek majd a kész darabba, és itt meg tudtuk változtatni egyes pontokon, például a pedálbox helyzete, vagy a kormány oszlop helyzete, és így tovább. A szilárdsági méretezést az főleg végesen a szimulációkkal végeztük, itt igazából rétegrendet terveztünk, ugye a kompozitokról tudni kell, hogy szálirány függő a merevségük és a szilárdságuk, ezért amikor egy ilyen kompozit karosszériát tervezünk, akkor igazából azt tervezzük, hogy a rétegek hogy állnak egymáshoz képest a különböző pontjén a karosszériának, és ezt az egész folyamatot egy globális torziós merevség optimalizálással kezdtük, ami azt jelenti, hogy addig variáltuk a rétegeket, amíg a számunkra legmegfelelő torziós merevséget értük el az adott tömeghez. Ezután a kritikusabb pontokban, mint például a futómű bekötések, lokálisan megerősítettük a karosszériát még több réteggel, mivel itt a legnagyobb igénybevétele a karosszériának. Viszont ezzel a lépéssel plusz tömeget és merevséget vittünk be az egész rendszerbe, amit az utolsó végleges lépésben, hát nagyon nem látszik itt a kivetítőn, de az 50. iterációra elértünk a végleges rétegrendhez, ami majdnem, hogy mindenhol különböző a geometria egészen. Ahogy említettem, a gyártás nagyon-nagyon fontos, mert a gyártás során rengeteg költséget, illetve tömeget lehet felhalmozni, hogyha valamit rosszul csinálunk. A tömeg felhalmozása alatt azt értem, hogyha ahogy lamináljuk a szerkezetet a helyére, ha rosszul fektetjük a szövetet, vagy kimaradnak részek, plusz több darabokat kell beilleszteni, akkor plusz-plusz tömeget viszünk be mindig folyamatosan, és ezt úgy minimalizáltuk, hogy CNC plotter géppel, amit matrica vágásra használnak, kivágtuk az összes kis formát, ezzel úgymond tökéletes felületeket alkottunk, és nem kellett kézzel farigcsálnunk ezeket a szöveteket. A költségekre még visszatérek az időszűke miatt, hogyha esetleg kérdés van hozzá. A gyártás során ezen felül kísérleteztünk térkitöltő anyagokkal. Ahogy említettem, a szendvics szerkezeteknek része a magnyag is. Ezeket látni a képeken, az alumínium mérsétes magnyagot. Amikor ezt a magnyagot behelyezzük a szerkezetbe, akkor el kell vágni a darabokat, és köztük rések keletkeznek, az élesztési hézgok. Ezeket valamivel fel kell tölteni, hiszen ezek mind-mind gyengeséget okoznának a szerkezetben. A 08-as autóban, tehát az előző évben, ott mikroballon, epoxi alapú térkitöltőt használtunk, ezt körülbelül úgy kell elképzelni, mint a gyurmával betömködnek ezeket a réseket. Viszont a új autóban, a 09-esben ott egy úgynevezett splice anyagot használtunk, ami hőre táguló poliuretán. A lényeg az, hogy 100 fokon körülbelül 300-szoros tágulása van, és ez a tágulással tölti ki a réseket. Ez maga a splice, ez olyan, mint ez a kitekerős rágó, amit régen lehetett venni, és úgy is kell felhelyezni a résekbe. És akkor a gyártás, illetve a tervezés elért tömegcsökkenése, az pirosabb kiemelte a fontosabb részeket, de először a teljes tömegre koncentrálnék, tehát a 08-as, az 30,5 kg volt a karosszéria, a 09-es, az pedig 10 kg-val könnyebb lett. Ez rengeteg... Még egy perc van hátra. Köszönöm. Ez rengeteg tömegcsökkenés, és itt a fő ok, amit használtunk, az pedig a térkitöltő anyagnak a lecserélése, mivel a 08-asban 8 kg térkitöltő anyagot használtunk, a 09-esben pedig mindössze 2 kg lett a térkitöltő anyag. A mérésekre most nem térnek ki, egy gyors összehasonlítás az elért eredményekről. Az összehasonlítás alapja a 07-es váz, ami a legutolsó csővázas váz az autónak. Ehhez képest hasonlítottam a kettő darab kompozit vázat, amit építettünk, és látszik, hogy a 09-es váz az körülbelül kétszeres fajlagos merevséggel rendelkezik, és 23%-os tömegcsökkentést értünk el. És köszönöm a figyelmet, sok mindenre nem jutott ide, úgyhogy a kérdéseket várom.